Jöjjön egy jó ízű beszélgetés a Vilmos támogatásával. Köszönjük szépen. Milyen gyönyörűséges. Mi ez a gyönyörűség? Hát ez diplomata puding. Mákos bajgli. Krém karamell. Akik láttak régebben desszertet, emlékeznek rá, hogy a műsorban meghívok három embert vacsorázni, most éppen egy színésznő írónőt, egy pszichiátert és egy zenész humoristát, Bíró Krisztát, Csernus Imrét és Hajós Andrást. Aztán, amikor a desszertet hozzák, bekapcsolnak a kamerák, és a nézők is szem- és fültanúi lehetnek a beszélgetésnek. Ez nem vitaműsor, nem portréműsor, egyszerűen csak egy jó ízű vacsora utáni beszélgetés négy ember között, akik nem ismerik egymást, és valószínűleg sohasem mennének el együtt vacsorázni, mert különbözik a gondolkodásuk, az értékrendjük vagy az érdeklődésük. Lássuk, mit kezdünk egymással. Egy közös pont azért minden esetre van az életünkben. Valamennyien szembesültünk azzal, hogy a közönség véleményt mond rólunk. Csernus doktorról például, aki az egyik kereskedelmi tévében igen nyersen faggatta drogos vagy lelkibeteg pacienseit, a vélemények sem kevésbé nyersek. Hallottam róla, hogy pszichogenyó, volt meg minden. Nem, mi médiagenyó vagyunk. Agresszor, szemétállat, rohadt mi? Minden, amit el tudsz képzelni. És ezen te meglepődtél? Nem igazából. Azért nem, mert az egy dolog, hogy nem tartom magam annak, és azt látom, hogy ez az egész tévéműsor, én nem tartottam igazából tévéműsornak, nekem több volt annál. Megpróbáltam beszélgetni őszintén az emberekkel olyan dolgokról, amelyek során kiderült, hogy ők nagyon vastagon benne vannak, és az életükről, a boldogtalanságukról, a fájdalmukról van szó. És azt is láttam, hogy valójában, amikor az emberek engemet szidnak, meg tőlem félnek, hogyha megjelennek egy társaságban, valójában nem tőlem félnek, hanem önmaguktól. Hogy én esetleg őrájuk nézve mit mondanék olyat, ami nekik nem, nagyon nem tetszene. Te félsz az Imrétől? Hát tudnék tőle félni. Mit? A Hajós nagyon fél, azt már látom. Bíró Kriszta az Örkény Színházban játszik, de a közelmúltban jó kis elbeszélés kötete is megjelent Józefa címmel, amelyben többek között nagymamájáról mesél, nagyon rokon szembesen. Férje pszichiáter, gondoltam így nagyobb esély van arra, hogy megtalálja a hangot Csernus doktorral, Hajósról nem is beszélve. Rólad nem szoktak rosszat mondani, nem? Mert szerintem az Imréről meg a Hajósról törők rengeteg rosszat hallottam róluk, rólad még nem. De biztos rólam is szoktak rosszat mondani, de én nem vagyok annyira... Te nem vagy egy megosztó személyiség, igen, szerintem. Nem tudom. Egy társaságban, ahol esetleg én túltengek és sokat beszélek, ott megosztó személyiség tudok lenni. Tehát van, aki undorral elfordul, és már olyat is láttam, hogy valaki pusztán azért tart engem ellenszembesnek, mert mondjuk egy olyan társaságban vagyok, ahol én vagyok az egyetlen színésznő. És az embereknek prekoncepcióik vannak azt illetően, hogy egy színésznő milyen. És akkor belém látnak olyasmit, amilyen én meg nagyon nem vagyok, mert én nagyon nem vagyok színésznős egyébként. Mert milyen egy színésznő? Nem vagyok dívás. Nagyon szeretnék sokszor az lenni, de nem vagyok az. De én ezt nem mint negatívumot mondom, mert azt gondolom, hogy akiből ez jön, meg árad, annak ez baromi jól áll, és azt csinálja. De én tudom, hogy én kirúzsozom a számot a harmadikon, és mire leérek a földszintre, a fogamon van a rúzs. Hajós a kazettán találkoztam először. Kamaszlányom kötelezett, hogy hallgassam az Emil Rulest, András együttesét, sőt a koncertjükre is elcipelt. Nem mintha megbántam volna. Időnként néztem Hajós különböző tévécsatornán méltatlanul elvérzett talkshowit is, egyiknek még vendége is voltam. Akkor szembesültem, hogy András milyen óriási szórakoztató. 2 méter magas. Én csont nélkül átmegyek a Hajós hóna alatt szerintem. Na szóval, amikor én fogd be az orrodat azért. És egyben jó étvágyat a programról szám. Köszönöm. Vagy akarod az enyémet? Csináltam egy ilyen kis kupacot belőle. Nagyon helyes. Nos, bocsánat. Na, szóval téged zavar az, hogy te ilyen marha nagy vagy?
kamasz koromban nagyon sokáig zavart, mert mindig úgy fogalmaztam, hogy a méreteimet tekintve a kisebbséghez tartozom a tekintetben, hogy például bementünk ugye ebben a bizonyos szocializmusban egy boltba, ahol kellett volna venni valami rossz, egyébként konkrétan ezt, valami rossz öltönyt, hogy majd az érettségin, és akkor már az üzlet bejáratakor, már rám szegeződött a tekintet, és akkor mondták, hogy nem lesz drága asszonyom a gyereknek. Neked nincs nagyobb rendiségkomplexusod? De azt mondják rólad, hogy te nagyképű vagy. Nem. Nem vagy nagyképű? Nem. Én azt hiszem, hogy hogyha belegondolok, hogy mindez, amit elértem, azért megküzdöttem és kemény árat fizettem. Megdolgoztam, értem. És amit elértem, arra büszke vagyok. Én nem hiszem, hogy ez nagyképűség. Az a műsor struktúrájából adódik, hogy bejöttek emberek, akik nagyon sokszor fel voltak fértezve különböző hazugságokkal, mondjuk. Azt is tudtam, hogy a mai kor embere egyáltalán nem rugalmas. És gondolkodtam, hogy melyik a legjobb eszköz, hogy ezeket a védekezési pajzsokat átütni. És az agresszivitás volt az agresszív megnyilvánulások, hanglejtések, gesztikulálások, arcmimika. Szóval mindent elkövettem valójában, hogy a másikat kizökkentsem a szerepéből. Tehát amikor kérdezel, akkor másként viselkedsz, mint amikor kívülről nézed saját magad. Másként, mint hogyha egy baráti társaságban röhögnék, mert ott úgy érzem, hogy ilyen eszközzé válok, amit lehet használni. És miket láttál magadon? Tehát nézted magad, és mit mondtál, hogy milyen ez az ember? Hát egy állat. Sokszor egy állat. Rólad mit szoktak mondani az emberek negatív értelemben? Hát olyan nincs egy. Gondolom, hogy azt szokták mondani rólam is, hogy beképzelt. Egyszer valaki azt írta, hogy én vagyok a két lábon járó kultúrfölény. Ez gondolom negatívum. Na, ez még istenes? Hát én ezért fizetnék. Én is sokat fizettem. Nem tudom, ilyeneket. Valószínűleg nem vagyok annyira érdekes. Tehát én nem vagyok nem vagyok egy megosztó talán. És mondjuk azok mindig sokkal érdekesebb személyiségek, tehát mondjuk te is, meg az András is, akiket vagy imádnak, vagy utálnak. Én szerintem mondjuk egy televíziós képernyősnek ez egy nagyon jó alapállás, mert akkor legalább vitatkoznak rajta másnak. Én például nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy egyes karaktereknél, egyes pszichik ezt a poén, erről beszéljek, erről megmondjam őszintén, hogy ebből mi lesz, hogy akkor vajon nem lenne érdemes vigyázni, és nem megosztóvá válni, de sajnos elkerülhetetlen, mert amiben meg én mozgok, abban meg karakteresnek kell lenni, és akkor vagy az sérül, vagy az ember így középre dumál, és akkor megpróbál, de az nehezen lesz vicces. De szerintem ez generációs különbség is, nem? Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk a ti generációtok az keményebben fogalmaz. Tehát mi lehet, hogy ennek még ilyen történelmi, politikai háttere is van, de mi generációnk mindig egy kicsit óvatosabb volt, tehát az én generációmban megosztó személyiség alig volt egy-kettő. Ilyen világot kezdtünk élni. Nagyon intenzívek az ingerek, a reklámok, és hogyha valami nem történik kellőképpen agresszíven, akkor az emberek sajnos elkapcsolnak. Csernus Imre könyveiből kiderül, hogy mostanában mérhetetlenül komolyan veszi az életet és saját magát. Hajóst viszont egy dologgal lehet kihozni a sodrából, a komolykodással. Csernus az értékeket keresi, Hajós intellektuális bohócként viszont éppen a hagyományos értékek fonákjával próbál szembesíteni bennünket. De szerettél volna az Imre páciense lenni, mondjuk egy ilyen tévéműsorban, vagy voltál? Nem hiszem, hogy szerettem. Nem tudom, hogy volt-e ilyen törekvés, hogy én legyek, de nem hiszem. Pedig rád fért volna? Biztos rám fért volna, de hát ahogy azt én már nagyon sok helyen elmondtam, és ahogy azt én komolyan is gondolom, és végig gondoltam, én tulajdonképpen, és egy igazán komolyan vett stand-up komédián, vagy kabarista, vagy humorista, vagy nem tudom ezt pontosan, hogy kell mondani, az valójában abból él, hogy a problémáit beszéli ki. Tehát én azt gondolom, bár ez nyilván szakember szinten ez nincs így, de mondjuk talán azt mondhatom, hogy az átlag embernél többet foglalkozom magammal, a kelleténél biztos, de az átlag embernél, és mindig ilyen is voltam,
És hát biztos ez a lelki alkatom, meg a valamitől állandóan gejzírként feltörő verbalitásom az, ami a kettőt, hogyha jól megtanulom kezelni, akkor népszórakoztatás tárgyává tehetem, és még pénzt is kapok érte, pedig régebben intőt kaptam érte. Úgyhogy én nem akarok ilyen értelemben meggyógyulni. Én azt gondolom, hogyha én nekem vannak olyan pillanataim, amikor egészen világosan látom, hogy mit, miért csinálok, és ezekben a pillanatokban megmásíthatatlan erővel szoktam arra gondolni, hogy azonnal abba hagyni a televíziózást. Miért kell nekem bohózkodni? Miért kell nekem térden állni és lisztet szórni a fejemre, kolbásszal dobálózni? Miért kell nekem bizonyosan? Szeretem a kolbászt talán. Erről lehet szó. Miért kell lisztet szórni a fejedre? Volt egyszer egy ilyen, amikor kipróbáltuk ezt, hogy az milyen. De nekem ezt jó csinálni, és érzem, hogy ez engem közelebb visz bizonyos dolgokhoz. Engem az önmegismeréshez közelebb visz, illetve van egy állásom, és ezt ilyen végtelen egyszerűen kell, hogy mondjam, érvényes is ezen kívül a világon semmihez nem értek. De úgy, ahogy mondom, semmihez. Tehát én ezt csinálom a legnagyobb örömmel, ugyanis azért nem értek semmihez, mert valahány dolgot csináltam, mindig ezzel a marcangolással tettem tönkre, hogy nem arra figyeltem. Most legalább azért kapok pénzt, hogy nyilvánosan marcangolom magamat. De ha nem szereted csinálni azt, amit csinálsz, mert lisztet szórsz a fejedre engem, mert csak ez ütött. De az András azt mondta, hogy az jó volt, azt jó, ha jól értettem, hogy azt jó volt kipróbálni. Az nekem egy tök egyszerű egyébként, de nem szeretném, hogyha így folyamatosan engem fejtegetnénk, de az egy nagyon szimbolikus dolog volt. Az például egy olyan műsornak, egy műsor folyamnak a végén volt, ami nekem bizonyos értelemben kudarc volt, hogy az megszűnik, meg fog szűnni. Éreztem már akkor, hogy ott valami nem stimmel, nyilván én a nézőknél többet tudtam. Hát, ha valaki azt látta, azt nem mondanám, hogy hattyúdal volt, mert egy ilyen kecses állathoz nem hasonlítanám magam a tojással és liszttel a fejemben és egy széttépet öltönye, de nekem egy ilyen nagyon szimbolikus elmenés volt egy bizonyos határig. Benne volt az, hogy egy egyébként olyan öltönyömet tettem tönkre, amiben én korábban üzleti tanácsadó voltam, és látványosan, de ezt csak én tudom, megtapostam és széttéptem, hogy nincs visszaút. Nem hamut, hanem lisztet szórtál a fejedre, ezt kellett végignéznünk? Igen, lisztet szórtam a fejemre, és megszaggattam a ruháimat, és ütöttem tojást a fejemre, és egyébként nem kell, hogy ez mulatságos legyen, de én például rájöttem arra, hogy mitől vicces az, amikor Stan és Panas csinálja, hogy tojást ütnek egymás fejére, és ha tetszik, akkor én azzal jöttem erre rá, hogy mitől nem volt vicces az, amikor én csinálom, mert hogy lefagyott a közönség, tehát nem volt vicces. Attól nem volt vicces, hogy nem volt megcsinálva. Mert aztán is vannak az a jelenete, amikor ülnek egymás mellett, és akkor van egy ilyen pult mögöttük, és igen, te, nesze. Igen, te, nesze. Ott az időzítés, a karakterek, az arc, a hozzá, az ki van találva. Vagy az is lehet, hogy zsenik, vagy tehetségesek, vagy értenek ehhez a tojás fejreütögetéshez. Ugye valamennyien ütünk tojást a fejünkre, csak mondjuk nem tojásként és nem lisztként. Szóval mindenki csinál magából hülyét, azt hiszem, aki a közönség előtt van, mert hogy ezzel próbálunk valahogy plusz szeretetet kicsikarni. Tehát nem azért csináljuk, mert bolondok vagyunk, hanem azt hiszük, hogy ettől jobban fognak bennünket szeretni. És hát az én pályám során is ez néhányszor előfordult, és engem éppen a gyerekeim tettek helyre. Tehát kicsik voltak a gyerekek, és azt mondta nekem az egyik lányom akkor, hogy te papa, annyi hülye van, muszáj neked is hülyének lenni? Azért is akartam világéletemben színésznő lenni, mert én azt akartam, hogy engem minél többen szeressenek. Le akartam jönni egy lépcsőn hosszú fehér tőlruhában, és azt akartam, hogy én énekeljek, és a zenekar húzza alá a dallamot, és a nézők, amint meglátnak, kezdjenek el zokogni, vagy nevetni, és tapsoljanak. Tehát én azt gondolom... Hány éves voltál? 4. Csak akkor te már ezt szeretted volna? Igen. Emlékszel, hogy az ki volt? Ez egy Barbara Streisand, vagy kit? Tehát, hogy meg lehet mondani, hogy kit láttál így először? Meg, abszolút. Lejön? Kőhalmi Attila nevű színészt, a Bátyám és a Klarinét című előremutató szovjet színdarabban a Budapesti Gyermekszínházban. És mindenki ő belé volt szerelmes, és mindenki el akarta gáncsolni az ő igaz szerelméhez vezető utat, és azt hiszem a szenvedély volt az, ami megfogott. Tehát az, hogy ilyen szenvedélyesen lehet élni valamit. Lehet, hogy csak 3-tól 5-ig mondjuk matiné esetében, vagy adott esetben 7-től 10-ig tart, de hogy szenvedély. Mert egy csomó minden nem lehet szenvedélyesen csinálni, bár néha én még Parizert is szenvedélyesen veszek, de az nem mindig jó. Az egyik nagyapám az nagyon meghatározó ember volt az életemben. És ahogy így meséltél erről a 4 éves emlékedről, nekem ugyanígy megfogalmazódott, hogy nekem a szenvedély az számít leginkább, hogy szenvedélyesen élni.
És én nem vagyok színész, se zenész, de én igyekszem a nap minden pillanatában így élni, hogy szenvedélyesen élni, és hinni benne, és hogy teremteni valamit, mert valamit idejöttem. És valójában a nagyszüleim közül akármelyiket így megnézem, az egyik nagyapám volt különösen ilyen, hogy szenvedélyesen hitt valamiben. És én azt hittem, hogy én akkor lehetek boldog, hogyha egy ilyen szenvedélyesen élő embernek az álmát megvalósítom, amit ő nem csinált meg. Mert ő pap akart lenni? Mert ő pap akart lenni. És mi lett belőle? Üvegesmester. És a nagypapa volt a minta? Tehát nem. Tulajdonképpen azt hiszem, egy ember életében nagyon fontos, nem, hogy milyen mintákat kap. Tehát... Valójában, tudod, így belegondolok, hogy nem csak a nagyszüleim, hanem a szüleim is ilyen rettenetes, akarnok és keményfejű emberek, öntörvényűek, akik addig csinálták a dolgaikat, amíg azt meg nem csinálták. Akár ugye nézem az anyám életét, vagy az apám életét. Tehát rengeteg embertől volt mit tanulnom és látnom. És ez úgy belém rögződött. És azt hiszem, hogy meg hát persze a délszláv mentalitás. Úgy érzem magam jól, hogyha pezseg a vérem. Akkor érzem, hogy jól vagyok. És a nagypapa erre példa volt, vagy minta volt? Ilyen volt, de egy ilyen, aki ezt az erőt végül is visszafojtotta magába, és ezért is halt meg rákban. És én nagyon sokáig féltem, hogy rákba fogok meghalni. Amíg rá nem jöttem, hogy valójában mi ebből a megoldás. Hogy az ember szabadjára engedi a szenvedélyét? Az ember valósítsa meg az álmait, és soha ne hagyja abba azt csinálni. Soha. És akkor te mivel fogsz meghalni, vagy ezzel nem foglalkozol? Nem fog meghalni. Elégettem magam. Két végén? Igen, két végén a gyertyát. Hajós idegesen ütögeti villájával a tányért. Ha nem hagyja, abba kiveszem a kezéből. Úgy látszik képtelen ennyi ideig csöndben maradni, vagy mindjárt fölrobban az elmélyült gondolatmenetektől. Kicsit ki kellene billenteni. Te nem akartál pap? Nem. Nem papos vagy? Én papos. Az András? Ugye? Nem? Nagyon kevés tartott vissza, amikor a Cyranoinak? Igen. Hogy az orrommal? Csak én viccelhetem. Ja, Istenem, dehogy is, hát azért nem. Hát csak tudod, mi csak azt az egy sort olvastuk belőle. Vagy azt, hogy? Azt a, hát az ormonológnak a címét, hogy arra lehessen hivatkozni, amikor sajozunk, hogy tudod, ott. Hát sokkal jobb hivatkozni arra, hogy mert magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy mást mondja, azt nem tűröm el. Mert az már a vége? Igen. Tudom, de azt már a Depardieu mondja, nem? Nem, ezt a Rostand mondja. Ja, nem. Az Yves Montand. Rostand. Ja, igen. De hogy én nekem ez azért jutott eszembe az előbb, mert hogy azt mondtad, hogy te azzal véded meg magad, vagy én így értettem, hogy te azzal véded meg magad bizonyos helyzetekben, hogy te hajlandó vagy a saját hibáidból viccet csinálni, még mielőtt más csinálna viccet belőle. És ez egy Cyranoi alapállás. Igen, igen, és nyilván nekem gyorsabbnak kell lenni, és nyilván, amit a Andris is említett az előbb, hogy ez egyfajta szeretetésség. Igen. Nos. Csak mert azt arról akartam beszélni, hogy én a pap, csak hogy az előbb majdnem megdöftelek ezzel, mert hogyha nekem én még ezt is kiveszed a kezemből, hogy nem piszk, én megőrülök. Tehát én azért vettem ki a kezedből, mert ha ezt így csattogtatod, akkor utána engem a hangmérnök agyon ver. Igen, hogy ez nem vágható, mert az egyik, nem, egyik igen, mondatban ilyen a puding, a másik mondatban meg már nem, nem, az nem annyira érdekes, de a hangot lehet hallani. Hangot nem csinálok. Nagyon finom, a rád se néztem, látod, úgy vettem ki a kezedből, hogy... Profi, muszáj matatnom valamivel, mert ilyen szempontból... Csapkodj el, csak akkor tegyük ide a szalvétát. Csapkod, ez legvább koszos lesz, de csapkod így a szalvétát, és akkor... Hadd legyen a kezembe. Én éveket csináltam úgy végig iskolában, hogy gemkaposból hajtogattam egy úgynevezett baszkurát, én ezt úgy neveztem el. Tehát azt úgy kell kezdeni, hogy így, így és így. És akkor be lehet fogni így a két kis húsos újbegy közé, és tekergetni. Szóval nem vagy papos halkad. Nem hiszem. Orvos se akartál lenni? Orvos azért nem akartam menni, mert az apám azt mondogatta mindig, hogy tanuljak, mert ha nem tanulok, akkor orvos leszek. Ő ugyanis orvos, és ez az egyetlen hely, ahova neki protekciója van. Hozzátéve azt, hogy úgy leszek orvos, hogy A. felvetett, mert a hülye fia vagyok, de akkor beszéltünk utoljára egyrészt. Másrészt akármit, tehát ha a Nobel-díjig eljutok, is tudjam azt, hogy örök életemben össze fognak súgni a hátam mögött, hogy Hajós profnak a fia, aki felvetette. Úgyhogy inkább tanuljak, mert különben orvos leszek. És aztán láttam egyszer, kinyitottak egy majmot a Deltában,
így az volt a borzasztó benne. Melyik részé? Fejét nyitották? Hát a hasát. Nem, élt a majom, műtötték. Hát ugyanis ja, úgy műtik az élőlényeket, hogy kinyitják őket tulajdonképpen, nem? Mesélj. Vagy hát vannak ilyen lézeres módszerek. Te ezt nem tudhatod. Te eleve nyitva vagy ebben az anatómiai értelemben a világra. Hogy ne menjünk messzire, hogy föl volt vágva a kis majomnak a hasa, és mint a szívműtét, és ilyen írtózatosan illúzió romboló peckekkel félre volt húzva, és kiderült, hogy a általam majomnak ismert dolog és a majom belseje között egy ilyen leheletnyi semmi a különbség, hogy honnantól majom. És engem ez konkrétan nem hiszem, hogy ez a képsor, ez nagyon sokáig végigkísért. A mai napig nem szeretek abba belegondolni, hogy én honnantól meddig tartok valójában, és mikor... Hát, hogy a majmot kiintották, és belül ember volt? Nem, majom volt belül. Mi szőrös volt belül is? Nem, de hát, hogy nem volt egy ilyen koherens egész, hogy a majom, hát hogy lehet valamit kinyitni, és utána az úgy marad. Én, amikor a csehszlovák tankomba a Gyurival kis lámpát szereltünk, és kinyitottuk, az megszűnt tanknak lenni a továbbiakban, mert elromlott. A majom az hogy majom marad továbbá, amikor ki lehet nyitni? Vagy hogy lehet kinyitni valamit, ha valami van? Tehát, hogy olyan illúzióromboló volt, és dobogott a kis szív, és utána visszavarták, és folytatódott, és akkor ez velem is meg lehet csinálni. Én is csak így egy ilyen bőr alatt egy ilyen valami vagyok, amihez... És akkor rájöttem... Hát igen, például, ahogy én erre 12 éves koromban vágytam, múltkor egy tonhal konzervvel elvágtam itt, és akkor a borzasztó volt. És rögtön kinyíltál. Teljesen kinyíltam, felhívtam az apámat, ugye, mert ő az egyetlen, aki előtt merek pánikolni, és azt mondtam, hogy hát óriási baj van, mert gyakorlatilag egy ilyen 3,4 milliméteres felületen így úgy tűnik, hogy megbomlottam. Akkor mondta, hogy én szerintem máshogy bomlottam meg, de mondtam, hogy nem, tényleg baj van, mert elvágtam egy picit. És mondta, hogy mi tényleg mindig fel akarom hívni ezzel, hogy amikor így elvágtam valamit. És hány azt mondta, itt a délelőtt 11, tonhal konzervet nyitottam, egy kicsit szenvedélyesen éltem én is, mit csináltam, és akkor mondta az apám, hogy nyugodjak meg, aggódni akkor kell, amikor ütemesen el kell spriccelni felfelé a vén. Mert hogy az akkor a nem tudom melyik, artériás. És akkor mondtam, hogy de hisz az még nincs, és így, hogy belenézek, így valóban egy centi mélyen kiderült, hogy én egy centi vagy másfél centi mélyen vágtam be itt, csak az ugye addig úgy valamit ráraktam, és az így nem tűnt. És amikor azt mondtam, hogy na, hogy igaza legyen az apámnak, hogy nem, akkor így szétnyitottam, akkor így... Ütemesen fölfele, másfél méter magassága, de vékonyan, és ami a legborzasztóbb volt, hogy a tonhallal elkeveredett. Szóval az olyan illúzióromboló volt, visszatérve a majomhoz, hogy az hagyjál, hogy én, az hagyja, hogy engem ki lehet nyitni, és egy tonhal konzervet is ki lehet nyitni, és hogy mi ketten így össze tudunk keveredni ennyire, az borzasztó, hogy rosszul is lettem, és akkor apám bevitt és akkor összevarták. Hajós ma este már 5-5-ször említi az édesapját nagy csodálattal, amiből a pszichiáterek messze menő következtetéseket szoktak levonni. Csernus doktor az egyik könyvében bevallja, hogy ő maga is heroin függő volt. Vajon akar róla beszélni? Szóval ilyen nagyon duhai kisgyerek voltam. Meglőttem az öcsém fülét egy íjjal, miközben almát tetettem a fejére, akkor... Tel Vilmos, akkor játszottunk törököt, magyart. Hát is volna teljesen az öcsédet, nem? Most lehetnél egy ilyen. És a szemét is sajnos. Uh-huh. De akkor volt úgy, hogy Egri Vitézt játszottunk, mert az Egri Csillagok mentek a tévébe, és akkor ő volt a török, én voltam a magyar huszár, persze. Mindig a nagyobb gyerek a magyar. Igen, én voltam a nagyobb. És akkor fogtam egy ilyen kerti kiskapát, és aminek tudod, ilyen a vége, ilyen kis U alakú, és akkor mondtam, Zoli, akkor, hogyha én ütök, akkor ezt a karton pajzsot irányzd fel. És átütötted? Átütöttem, és a fejét is átütöttem. És akkor mentünk varni. Nagyon szeretjük egymást most már, nincsen semmi gond. Na, szóval duhaj természetről beszélgettünk, és akkor utána te kicsit önpusztítottad is magad, ugye? Volt az is. Volt sok minden. Érdekes, hogy ez a másokat pusztítás, ez kimaradt. Igazából egyszer-kétszer verekedtem, de inkább így önmagam ellen fordultam sokáig. Sokszor. És ezt elemezted, tudjanak mi az oka? De önmagam felé. De mi volt a bajod magaddal? Nyilván valami bajod volt, hogyha magadat pusztítottad. Nem szerettem magamat. Nem hittem magamba az, hogy mondjuk én jó pasi lehetek.
Mármint, hogy a nők szemében? Nők szemével mondjuk. És mikor fordultál? Körülbelül egy 5-6-7 éve. Tehát mostantól visszaszámított őt? Hmm. Tehát ez eltartott, mondjuk mennyi vagy most? 38? 38. 32 éves korodig nem későn szeretted magad? Későn élő típus vagyok. És akkor egyszer csak... És mi történt? Na, mesélj elő, mi történt akkor? Miket érdekel, nem? Mi történt akkor, amikor 32 éves korodban egyszer csak rájöttél, hogy mégis jó pasi vagy? Én azt gondolom, hogy ez onnantól kezdődött, amikor rájöttem ezeket a, hogy a belső, szóval a külső tetteimet és kudarcaimat, azokat magamnak köszönhetem. De mi volt az a konkrét eset, amikor egyszer csak úgy, akkor már szerintem ez egy túl voltál volt. Egy-két házasságon is. Akkor túl voltam két házasságon, már meg orvoskodtam. Önmagam arcait láttam másokban. Tehát amikor elém került valaki, és akkor elkezdett beszélni arról, nagyon sokszor rádöbbentem, hogy ezt én is megcsináltam, vagy csinálom. És azzal, hogy neki elkezdtem valami tanácsot adni, nem akartam hiteltelen lenni, mert ő hitt bennem és bízott bennem, és szerettem volna, hogy amit mondok, hogy az működik a gyakorlatban, és hogyha működött, akkor én ezt már önmagam felé és felelősségnek éreztem, hogy akkor ne legyek egy bort iszik vizet prédikál ember, hanem akkor azt valósítsam meg az önmagam életében is. Szegény Krisztál, nem vigyázok, lassan kimarad a beszélgetésből. Meg kellene piszkálni. Nehéz egy pszichiáterrel együtt élni? Te együtt élsz egy pszichiáterrel. Ugye hát a férjed az. Bevállalom. De másként működik? Mert azért látod, ezek ilyen lelkizős pasik. De nézd, én nem tudom, hogy ez hogy működik, mert ezt én... Ezt kikérem magamnak. Mi az, hogy lelkizős pasik? De ez jó, ez nem baj, ez most egy sértő volt. Nem, csak mint hogyha lett volna egy pejoratív tartalma. Nem, én értem, hogy az András mire gondol. Azt gondolom, hogy egy kicsit bonyolultabb. Tehát, hogy az a fajta teher, amit magadra veszel mások sorsának jobbítása érdekében. Tessék? Hajós is egy ilyen lelkizős. Hogy ez a fajt ne sírjon csak, nem bírok csendben adni. Mindjárt eljössz. Nem. Mindjárt eljössz. Szép bele. Ez az én leckém. Tehát, hogy azt gondolom, hogy attól, hogy ez azért teher az embernek, mert sok nyomorúságot látni, az megviseli az embert. Tehát szerintem inkább erre gondolt az András, hogy ezt hazavinni, és ott ezt hogyan lehet elviselni. No. Nem én arra gondoltam, hogy valaki, aki állandóan elemez. De ez nem mennyire jobb egy olyan férj, aki hazajön. Most én monológokat motyogok, miközben kavarom a rántást? Vagy aki hentes, az otthon kipróbálja a feleségén, hogy hogy kell húst abálni? Szóval én azt mondom, hittem, hogy te interjút csinálsz otthon a családdal? Mindig kérik is, hogy ne csinálja. De a pszichiáterek bolondok. Igen? Nem? Én azt hallottam, hogy az a különbség a pszichiáter és a páciens között, hogy az egyik pénzért csinálja. Ez nem így van? Hát ez nagyon szellemes, de úgy így nem gondolnám. De nem tudom, én... Előbb-utóbb, nem? Mint de ez én... is valami ilyesmit írnál. Bocsáss meg, ha fejezem, hogy én nem azért mentem feleségül a Gyurihoz, mert ő egy pszichiáter. De lehet, akkor még normális volt. De már akkor is pszichiáter volt. Sőt, mint nekem az anyám pszichológus, tehát én... Akkor te ebbe... Én von Haushaus hozom ezt a... Lehet, hogy már eleve velem van abban, és nem velük. Tehát minden pszichológusnak a gyereke, az el van pszichológizálva. Az én ismeretségi köröm, mert nekem rengeteg pszichológus, pszichiáter ismerősöm van, senki nem tudja úgy tönkretenni a gyerekét, mint a pszichológusok. Éppen a nagy lelkizések miatt. Nem, szerintem ez nem azért, nem, én nem azért pontosítanék. És nem tudja senki eltolni a párkapcsolatát, mint egy pszichiáter. Azért pontosítanék, azt gondolom, hogyha valakinek az a foglalkozása, hogy emberek sorsának jobbításán segítsen, ott van egy távolság. Nagyon fontos a terapeuta és a páciens között a távolság. Ha a saját gyerekedről, meg a saját párodról van szó, akkor ott nem tudsz szakember lenni, mert a bőrödre megy a vásár. Hiába látom én a hozzátartozomon az, hogy borzasztó nagy baj van, de nem tudok rajta segíteni, mert szeretem. És hogyha szeretek valakit, akkor nem tudok olyan kívülálló lenni, mint egyébként. De miért toltad el a két első házasságodat például? Tehát az ember hát azt az gondolja, volt az valaki, én tanuló pénzem. De hát, hogy valaki, aki azzal foglalkozik, hogy más embereket megismer, aki az egyetemről nem csiszolt személyiségek kerülnek ki, és egyik egyetemről sem. De most a következő párkapcsolatod az jobb lesz? Vagy van, nem tudom, hogy van. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon érdekes megfigyelésem, hogy önmagamat is megnéztem a párkapcsolataimat, ahogy belülről fejlődtem,
egy csomó mindenben, úgy fejlődtek a párkapcsolataim minőségei is. Tehát a zsák a foltját megtalálja, ez nem véletlen. Valami alkoholt itt nem lehet inni, vagy ez egyre feszül. Dehogy nem lehet. Miért ne lehet? Mert nem tudsz beszélni. Hát nem azt, hogy beszélni, senki nem mondta, hogy te nem beszélhetsz. Nem tudok ennyi ideig ülni. Szóval ilyenkor te leszabályozod magad. Hát én szeretem azt, hogyha nekem jogom van olyannak lenni, amilyennek akarok lenni. Most, ha én itt ma este végig az asztalon táncolok, és azt mondom, hogy a Lido van, a legmagasabb nívó van, de annyira, mert biztos meg tudom csinálni, hogy végül kell hívni egy biztonsági őrt, hogy hát egyszerűen tönkre teszi itt a munkát, vagy rohammentőt, akkor az nem jó. De miért ne lenne jó? Hát miért nem vagy olyan, amilyen szeretnél lenni? Hát erről beszélgetünk, olyan se akarok, lehet, és itt olyan se akarok lenni, olyan se akarok, nem akarok én egy bolond lenni. Hát itt képzelsz. Biztos, ha nagyon leresztelném magam, akkor lehet, hogy az lennék, és biztos ettől félek. Meg fogok őrülni. De most jó volt, hogy mozogtam egy kicsit. Nem sugárzik. Nem sugárzik, nem az nem. A szenvedély, amiről beszél. Nem. Most figyelj. Nyomd le. Mindjárt sugározni fog. Én azt látom, hogy manapság, hogyha megnézem, lehet, hogy most kicsit kacifántos lesz, amit mondok, de hogy már nagyon korán, gyerekkorban elkezdődnek a magatartászavarok. Hogy a gyerekek elkezdték nem tisztelni a szüleiket. Ha a gyerek nem tiszteli a szüleit, azért nem tiszteli, mert a felnőtt nem tud hinni abban, amit csinál, tehát nem hiteles, mint ember, mint szülő. Tovább viszem. Én azt gondolom, hogy az az ember, aki a frontvonalban van, az felelősséggel tartozik a többiek felé. És a frontvonal meg manapság a média. És hogyha a médiában résztvevő emberek, akár stand-up comedy, akár híradó, akár dokumentumfilm, és nem mutatják meg, hogy hiteles emberek, akkor az gáz lesz. Mert az egész el fog prostituálódni. És ez rossz. És én ezért nem értek veled egyet. Ne kezdjünk el ezen vitatkozni. De nem, ez az én, ez én érzésem és az én véleményem. Jó, én meg azzal, hát én nem, nekem a tisztelet egy rendkívül ellenszenves szó. Nagyon-nagyon kevés szótól vagyok ilyen ideges. Nem azért, mintha nem volna ez egy szép szó, csak nagyon rosszul használjuk, úgy gondolom, és tisztelet helyett sokszor magunk sem veszük észre, de erőről és félelem rendszerekről beszélünk, de ez egy hosszú téma. Lehet, hogy akkor... Magadról beszélsz. Lehetséges. Magad meg nem oldott dolgairól beszélsz. Bizonyára úgy van. A másik pedig, és azzal sem értek egyet, hogy a frontvonal, tehát, hogy nincs vezetés és vezetettség. Na, és az a minta, hogyha nem frontvonalról beszélünk, akkor ez az a minta. Ugye figyelj, de elmondok neked egy, hogy mi történt. Ez egy nagyon pökhendi álláspont. Várjál, a pökhendi álláspont, elmondok neked egy második kerületi iskola, ahol, vagy 13. kerületi iskola, ahol a 7-8 éves kislányokat megkérdezi a tanítónéni, megtörtént, hallottam róla, mi szeretnének lenni. Mit, óvónéni, zsaru, színésznő, stb. És ez körülbelül fél éve történt, és ez a 8-9 éveseknek a 80-90%-a azt mondta, hogy ő Pandora szeretne lenni. Az a valamelyik valóságsóban? Igen. Valóságsóban az egyik néni, aki nem is tudom, te talán jobban tudod, hogy mivel foglalkozik a Pandora. Valamilyen pornó színésznő. Ja. És a 8-9 éves lányoknak ez a mintájuk. És bocsánat, hogyha azt mondják, hogy én nem tudok hirtelen itt mondani, ha azt mondják, hogy Kovács Kokó István akarok lenni, bátorkodom annyira ismerni Kokót, hogy talán nem vág pofán ezért, ha ezt mondom, de hogy mennyivel biztosak, mennyire vagyunk ebbe biztosak, hogy ő egy jobb példakép, mint a talán Pandora, de hogy? Van, hello, egy perce, azt nem tudtátok, hogy ki a Pandora, hogy mivel foglalkozik. Ja, akkor hogy van ez így eldöntve? Tudja. Nem az a volt a lényegben, hogy mivel foglalkozik, hanem az, hogy egy valóságshowban
szerepel. Mert ő mit fektetett bele az életbe? Hát azért a Kokóról azt lehet mondani, hogy a világ egyik legjobb sportolója, aki mindent elért a saját sportjában. Amit ember elérhetett, belefektetett munkával, az egy bizonyos értékrendben, a sport értékrendben a csúcs, nem? Olimpiai bajnok, világbajnok. Te a két gyerekedet, az egyik kisfiú, másik kislány, és akkor hazajönne Alíz, és azt mondaná, hogy ő Pandora szeretne lenni, az Artúr meg azt mondaná, hogy ő Kokó szeretne lenni, akkor nem egyformán értékelnéd ezt a két állítást, nem? Bevallom, hogy az én gyerekeim, ez biztos nem tudatos, de az én gyerekeim nem tudják, hogy az előbb említett személyek kik. Mert nem engedett tévét nézni őket? Nem, engedem én őket tévét nézni. Amikor ők néznek tévét, akkor ezek a személyek nincsenek. Vagy ez valahogy nálunk otthon így nincs így benne a dologban. De biztos vagyok benne, hogy nem tudnák ki. Tehát, hogy azért nem csak a média tehet erről, lehet, hogy az a pedagógus is tehet erről, lehet, hogy annak a gyereknek a szülei is tehetnek erről, ha ez egyáltalán baj, ezt hozzáteszem. A média is tehet erről. És te ezzel az új műsoroddal, amivel hamarosan indulsz, ugye az a cím, hogy benne vagyok a tévében. Most képzeld, hogy jönnek ezek az emberek, akiket te fölajzottál, hogy orrukon táncolhatnak, fülükkel hegedülhetnek, csak azért, hogy benne lehessenek a tévében. Hát azt hiszem, hogy rólam kell példát venniük, tehát azt kell látni. Ez egy, ha minden jól megy, akkor ez egy tök aranyos dolog lesz. Nincs vele föltalálva a spanyol viasz, ezt már sok helyen igyekeztem elmondani, tehát nem azzal az igénnyel lépünk, hogy valami eszementen új dolgot, és ezen túlmenően a műsor olyan, amilyen emberek jelentkeznek. Hogyha kanál egyensúlyozó jelentkezik, akkor kanál egyensúlyozó lesz. Hogyha orfurulyás, akkor orfurulyás, hogyha új tangós, például én ezt így nagyon jól tudom csinálni, ha új tangós jelentkezik, akkor olyan lesz. És akkor azt szeretném én, ez az egyetlen egy félelmem van az egésszel kapcsolatban, hogy vajon azt a határt meg lehet-e tartani, hogy nem alázunk meg senkit, kivéve, hogyha azzal jelentkezik, hogy alázzunk meg magunkat. Mert hogy ő ebben művész, hogy lehet őt megalázni, mondjuk, akkor szívesen megalázod. De ezek exhibicionisták, akik örülnek, hogy benne lehetnek a tévében ennek a szónak a nemes értelmében. Igen. Csak az nagyon nehéz lesz kiszűrni, én szeretném, hogyha ebben az én kontrollom is mondana valamit, vagy számítana. Azt nagyon nehéz kiszűrni. Láttam már tévéműsorban olyan embert, akiről én egyszer csak megéreztem, hogy ő nem hiszi, tehát hogy ő azt hiszi, hogy ő most tényleg benne van a tévében. Ebben a műsorban tényleg nem lesz senki benne a tévében, úgy, ahogy én. Hát csak nem gondolják, kis hülyék, hogy úgy. Nem is költenek rá annyit, mint én, de mindegy. Na akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ezt végeztetek. Kedves egészségünkre. Köszönjük szépen. Legközelebbi vendégeim egy költő, egy talán zenész műsorvezető és a tőzsde elnöke. Karafiát Orsolya a fiatal magyar irodalom egyik legeredetibb figurája. A közelmúltban jelent meg második verseskötete Café X címmel. Egy-kettőre elkapkodták. Parókákat, festett körmöt, bohát visel, és hosszú szipkából cigarettázik, mint példaképe Karádi Katalin. 2003-ban beválasztották az 50 legsikeresebb magyar fiatal közé. A fiúknak úgy udvarol, hogy beleröfög a telefonba, de egyéb meglepetéseket is tartogat. Egyik kritikusa azt írta róla, ő a vámpír. Mármint a vám, aki ír. De hogy röfögsz? És akkor... Fölveszi a szerencsétlen a telefont, beleröfög, meg leteszi. Igen, meg ilyeneket, hogy tudod, hol hibáztál. Tudod, hol hibáztál? Igen. Azt mondod neki? Igen. És akkor nem várod meg, hogy válaszolja? Nem, mert akkor megijedek egy picit, hogy azért ez lehet, hogy túl direkt volt, vagy túl sokat árultam. Mennyi időbe telik, amíg aztán kiderül, hogy te voltál, aki röfögtél? Általában tudják. Tehát így... Szalai Berzevici Attila bárói családból származik. Felmenői között van Trefort Ágoston és Szinnyei Merse a festő is. 32 évesen választották a tőzsde elnökévé. 2004-ben a 8. legsikeresebb magyar fiatal volt. Sportol, fotózik.